Rendhagyó eseménnyel kezdődött a november 4-i kiállítás megnyitó ünnepség, mely ifjú Fáy Aladár grafikus művész munkáit tárta a látogatók elé. A rendezvény első momentumaként azt a fát öntözték meg, melyet a Fáy család ültetett jászfényszaron. Dédapám az hozott Ázsiából egy Pallovnia csonkot, és azt ültette el a Lejtúti kertjükbe. És utána kiderült, hogy ez a fa, ez ilyen gyökér szeletekkel tud szaporodni, és ahova a fáiak költöztek, oda ültettek egy-egy pallovniát. Folytatva ezt a szép hagyományt, a családtagok és a meghívott vendégek egy-egy kancsó éltető vízzel öntözték meg az évekkel ezelőtt elültetett fát. Ezt követően a régi kaszinói teremben folytatódott az ünnepség, ahol elsőként Győriné dr. Ceglédi Márta polgármester köszöntötte a megjelenteket. Én azt gondolom, hogy hál' Istennek nekünk nem kell sok cukrot szopogatnunk, de élvezhetjük a Fáy család által kultúrát, a képzőművészetet, és én is köszönöm, hogy a Fáy család hozott nekünk csoknyi kultúrát képzőművészetben, zenében, és egyáltalán a település értékeinek megőrzésében. A művészt és alkotásait Gici György festőművész méltatta. Elmondása szerint életműve alig hasonlítható kortársaihoz. Grafikáinak száma meglehetősen kevés, ugyanis lemezein és támáin hosszú hónapokig dolgozott. A végletes tökéletességig igyekezett fejleszteni műveit. Természetelvű látásmódja modorosságtól és divatirányzatoktól érintetlen maradt a valóság költői átlényegítésével, képi világa a teremtés tiszta harmóniáját és rendjét tükrözi. Karcainak ihletője a természet kínálta növény- és állatvilág, melynek szépségéhez vallomás értékű őszintességgel, fogékonysággal viszonyult. A művészi vénát édesapjától Fáy Aladártól örökölte, aki mint magyar festő, grafikus és képzőművész tanár, mindhárom minőségben jelentős hatást gyakorolt a 20. század első felének magyar képzőművészetére. Apját 1947-ben letartóztatták, majd az első koncepciós perben 9 évi börtönre ítélték. És ez az ő pályáját is ketté törte, bár tanulmányait 49-ben befejezte, politikai megfontolásból tanári diplomát már nem kaphatott. A főiskolai évek után műszaki rajzolóként, útépítő segédmunkásként dolgozott. Ez időtájt kezdték vallási kérdések foglalkoztatni, a bűn, a kegyelem, megváltás. A kiállítás megnyitót megtisztelte jelenlétével a művész özvegye is, aki elmondta, hogy férje mélyen vallásos ember volt, aki hivatásának, családjának és a képzőművészetnek élt. Ahogyan ezek a képek is mutatják, ő egy nagyon komoly hívő ember volt, amikor elvégezte a képzőművészeti főiskolát is, és utána, amikor ugye, mint lelkészként elvégezte a teológiát is, és lelkészként működött, akkor is én jelen voltam valamennyi képnek a keletkezésében, úgyhogy hát én azt ugye el se tudom mondani, hogy milyen érzésekkel nézem ezeket a képeket, amiket szemem láttára vésett. Érzéseit, hangulatát s a bibliai papírra vetett sorait is igyekezett megörökíteni. Ilyen szellemiségben alkotott ifjú Fáy Aladár. Hát igazából ennek a szellemisége az, ahogy édesanyám is elmondta, a keresztény világnézete volt. Ezt úgy fogalmazta meg, hogy nagyon biblikus kifejezése volt, hogyha megnézzük akár a magvetőt, vagy más bibliai témájú képét, akkor mindegyiken szinte szó szerint föl lehet ismerni olyan tárgyakat, amit a Károlyi fordítás végig sorol. Tehát szinte a képnek a részei azok mondatokat írnak le. A kiállítás december elejéig látogatható a régi kaszinó étterem nyitvatartási idejében.